felismernek-e az utcán, nem zavar-e, hogyha képet szeretnének, és a kedvencem, hogy bírsz a sikítozó lányokkal? Hát látják. És ezeket a kérdéseket a mai napig felteszik nekem. Ebben az egészben az a legviccesebb, hogy tulajdonképpen sohasem történtek velem ilyen dolgok. Na de hogyan csöppentem bele ebbe a világba, hogyan ismerkedtem meg a zenével? Anyukám szerint én már csecsemőkoromban is a sírás helyett énekeltem, már amennyire egy csecsemő énekelni tud, de hogy konkrétabban szerintem a zenével való megismerkedésem az nagyon hasonló más zenész kollégához, elmentem síelni. Mégpedig az akkor még Bányai Júlia, most már Szent Efrén általános iskola sítáborába, ugye ez az iskola a világhírű kórusáról híres, és egy hét síelés után ültünk hazafele a buszon, gondolom dúdoltam magamban valamit, és odaült mellém az akkori kórusvezető, hogy figyelj már, Bence, nagyon szép hangod van, képzeld el, most készülünk a Csokonai Színházba, a Wagner Lohengrin című darabjában fogunk szerepelni, és hát szükségünk lenne egy ilyen szopránra, mint te vagy. Nincs a kedved iskolát váltani. Hát, őszintén megmondom, iskolát váltani nem biztos, hogy volt kedvem, de hát színház szereplést ígért, nem volt mit tenni, menni kellett. És hát ez annyira megtetszett nekem ez a környezet, hogy végül aztán kikötöttem a híres Adi drámán, ott rájöttem, hogy mégse szeretnék színész lenni, inkább énekesi babérokra törnék, úgyhogy az utolsó előtt évben jelentkeztem az X-faktorba, és hát ahogy ez az amerikai filmekben lenni szokott, jól ki is estem, de találkoztam három sráccal, akikkel annyira jól kijöttünk emberileg és zeneileg is, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, hát akkor még nem annyira tudatosan. Ugyan csináltunk egy lemezt, amit teljes mértékben magunknak komponáltunk, de nem igazán tudtuk, hogy mi a célja ennek a lemeznek, hogy miért csináltuk, kinek csináltuk. Ugyan mind a négyen tanult zenészek voltunk, tehát játszottunk hangszereken, és még a mai napig játszunk, bármilyen hihetetlen. Bekerültünk a Backstreet Boys és Shy Guys mellé, egy ilyen fiúbanda skatujába. Egyébként a Backstreet Boys-t én kifejezetten szeretem. De nem annyira éreztük jól magunkat benne, nem ezzé szerettünk volna válni, és ez nagyon látszódott rajtunk. És egy idő után a figyelem is természetesen másfele koncentrálódott, és ez ahhoz vezetett, hogy szétbomoltunk, külön utakon folytattuk tovább. És hát akkor volt azért egy kis ijegység, hogy ha most ez nincs, akkor mi lesz? Viszont visszagondolva nagyon-nagyon sokat tanultam az alatt a négy év alatt, és hogyha most csak három dolgot ki szeretnék emelni belőle, akkor az egyik az, hogy én tudok és szeretek is csapatban dolgozni. A másik az, hogy mennyire fontos a cél, hogy miért csináljuk a dolgokat. És a harmadik az, hogy rájöttem, hogy én tudok zenét szerezni, és erre hogyan jöttem rá? Hát úgy, hogy leültem és megpróbáltam, és akkor sikerült. És én tulajdonképpen azóta írok magamnak zenéket, és nagyon szeretek csapatban dolgozni, ezt is említettem már. Nagyon érdekes látni, ahogy különböző zenei háttérrel rendelkező, különböző tanítatású tanult vagy autodidakta tanult zenészek nekilátnak egy ilyen szerzői folyamatnak, és ebből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. De mit szólnátok hozzá, hogyha megmutatnám nektek, hogy hogyan születik meg egy dal Vavra Bence stílusban? Az elején arról kell beszélni, hogy mennyi fajta zene van, és mindegyiknek természetesen nagyon-nagyon különbözik a szerzői stílusa. Én most a sajátomat szeretném bemutatni, és már arról is beszéltem, hogy mennyire fontos a cél. Az, hogy tudjuk, hogy kinek szeretnénk írni a dalt, tudjuk, hogy mit szeretnénk átadni vele. Vannak olyan dalok, amikor már az elején kristálytisztán látszódik, hogy kinek szeretnénk énekelni, miről szeretnénk énekelni, és mit szeretnénk ezzel elérni. Például az ember elő zongora elé, és azt mondja, hogy szeretnék írni egy dalt a fiataloknak arról, hogy mennyire jó hétvégén bulizni a diszkóban. Ilyen az ilyen lánynak a diszkóban a helye. Na, hát ez például egy tökéletesen ilyen szám. Vannak olyan zenék, amiknek szintén van céljuk, viszont ez teljesen máshonnan jön. Itt inkább a szerző így tud, vagy így szeretne kiadni, vagy átadni magából egy érzést. Ugye a zene az terápiás jellegű, és nálam is nagyon sok olyan dal van, ami úgy született, hogy az aktuális érzelmi állapotomban könnyebb volt, egyszerűbb volt leülni a zongor elé és dúdolni, mint beszélni róla. És így született a számomra egyik legkedvesebb dalom is.
Ennek az a cím, hogy Satellite. Mi 3 éves koromban költöztünk ide Debrecenbe, akkor váltak el a szüleim, és édesanyukámnak nagyon sokat jelentette a nagyszüleimnek a közelsége. Nagyon sokszor a nagymamám jött értem az oviba, ő főzött nekünk ebédet, természetesen mindig azt, amit én kértem. Focizott velünk a parkban, a két fa volt a kapu, ugye én voltam a kapus, vetődtem, mint az állat, ő pedig rúgta meg, egyen meg a labdát, ahogy csak tudta. Tehát ő ott volt mellettem az egész életemben egészen 5 évvel ezelőttig. És azóta is folyamatosan kísér, hogyha főzök, akkor eszembe jut, hogy vajon ő hogyan készítette volna el, nem olyan rég új lakásba költöztünk, akkor is átfutott a fejem, hogy vajon mit gondolna róla, tetszene el neki. És hát ezt a dalt is ő inspirálta, de nem úgy, hogy bementem a stúdióba, és akkor írok egy dalt nagymamám emlékére, hanem ez nálunk úgy szokott kinézni, hogy először megszületik a harmónia menet. A harmónia menet az a dur és moll akkordok. Erre talán úgy emlékezhetnek az általános iskolában, hogy ugye a dur az a vidám, a moll pedig a szomorú. Tehát ezekkel lehet érzéseket átadni, és ezeknek az akkordoknak a körkörös ismétlődése. Nálunk ez esetben így szólt a harmónia menet. Akkor megy körbe-körbe a harmónia, és én elkezdek énekdallamra ötleteket kitalálni. Akkor általában úgy szokott lenni, hogy csak lecsukom a szememet, és akkor jön az énekdallam. Lecsuktam a szememet, és ő volt az első, aki megjelent előttem, és akkor tudtam, hogy ezt a dalt szeretném az ő emlékének írni. És hát megvolt a dal tulajdonképpen, tudtam, hogy miről szeretnék énekelni, mi a célom vele, viszont azért azt érdemes tudni, hogy a demo felvételen, így hívjuk a első még csak próbaszerű felvételt, ez valahogy így hangzott, hogy say that you're my baby, I can feel the fade of light. One time, I can see the light, I can feel the night. Nem tudom, hogy ki vette észre, de hát ez kamu angolul volt. Így hívjuk. Ez egy újabb titok, hogy én általában az összes ilyen próba, demo felvételt angolul, vagy kamu angolul énekelem. És ez azért is érdekes, mert szerintem ez egyébként magyar kuriózom. Tehát amikor az amerikai dalszerző ismerősömnek megmutattam a demót, akkor hát érdekesen nézett. Bár nem látom az arcát, mert ugye Amerikában volt, de kérdezte, hogy ez mi. Sőt, mondok még egy jobb sztorit, hogy én ezt a nyelvtudást, ezt olyan szintekre emeltem, hogy Hollandiában van egy szám, amire kiküldtem egy demót, és azt mondták, hogy hát ez így jó, hát ez így egyedi, ezt így adjuk ki. Hát mondtam, hogy adjátok, csak a nevem ne legyen ott mellette. Hogyha valakit nagyon érdekel, hogy mi ez a szám, akkor előadáson kívül nagyon szívesen elmondom. De visszatérve, hol is tartottam? Tehát megvolt az énekdallam, kamu angol szöveggel, tudtam, hogy miről szeretném, hogy szóljon. És ekkor megkerestem Kozma Katát, akit említettek, hogy ő egyébként a Berklin tanult, ez a világ legjobb zenei egyeteme, dolgozott Amerika legnagyobb zenészeivel, Magyarország legnagyobb zenészeivel, amikor az önéletrajzát olvastam, akkor így az amúgy is kicsi önbecsülésem mindjakkorára összement, és kérdeztem, hogy mit keresek én itt. De szerencsére egyébként mi már nagyon sokat dolgoztunk együtt, egy nagyon-nagyon nyitott lány, és nagyon-nagyon tetszik az életfelfogása. És megkerestem, hogy figyelj már, Kata, itt lenne ez a dal, erről szeretném, hogy szóljon, és szeretném, hogyha te írnád hozzá a szöveget. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy természetesen azt mondja, hogy vagy igen, elfogadom, vagy azt, hogy nem szeretnék hozzá a szöveget írni, de ez esetben azt mondta, hogy igen. Meséljek egy pár történetet rólunk, a dalról, nagymamámról, vagy gondolatot, ami eszembe jutott, és ő erre visszaküld nekem, vagy ír egy ilyen első gondolatfoszlányt, szövegfoszlányt, amiből el tudunk indulni. Ennél a dalnál az első verszaknak az első sora volt. Ez ugye, ami úgy hangzik, hogy
We all have somebody in this world who's there when we laugh and who's there when we hurt. Ami azt jelenti, hogy mindannyiunk életében létezik egy olyan ember, aki jelen van akkor is, amikor sírunk, és jelen van akkor is, amikor nevetünk. Aztán második körben megtaláltuk a satellites metaforát, amivel azt szerettük volna mondani, hogy ezek a szeretteink végig kísérik az egész életünket, ugyanúgy, ahogy ugye a műholdak keringenek a Föld körül is figyelik a Földet. És hát ezután már pikpak megszületett a végleges dalszöveg, ezzel lehet ugye menni a stúdióba, felénekelni, hangszerelni, mixmasterelni, bármit is jelentsen, és ezután elkészült az a végleges verzió, amit lehet hallani a rádióban. Tehát nagyjából így született a Satellites, de mint az elején mondtam, nagyon sokféle dal van, és nem létezik kettő ugyanolyan dalszerzési folyamat. Mind a kettőnek megvan a külön története, mindegyiknek megvan a célja, viszont mindegyiknél hasonló az, hogy végig lehet nézni ezt a születési folyamatot, ez szinte mindegyiknél ugyanaz. Én 25 évesen nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ugyancsak teszem a dolgomat nap mint nap, de ezt nagyon-nagyon nagy szeretettel, odaadással és hálával tehetem. És úgy gondolom, hogy mindannyiunk azért születtünk a Földre, hogy megtaláljuk a küldetésünket, és hogy ez a küldetésünk vezéreljen bennünket. És nekem anyukám mindig azt mondja, hogy Bencéském, te arra születtél, hogy énekelj. Úgyhogy most énekelni fogok egy számot. All of somebody in this world. Was there when we laugh and was there when we hurt. But we all lose somebody, never know why. So we tell them I love you as much as we can. I'm going through the memories, all the books you like to read. Small notes you left for me, feels like you're still here. Favorite stars, darling, if you hear me, come and dance with me tonight, one last time, like the satellites around your favorite stars. Oh, I just wanna dance with you tonight, like the satellites around your favorite stars. We're inseparable, we were like magnets. Yeah, we were the greatest force on this planet. And maybe I know that if you were here, I'd sing just for you for a million years. I'm going through the memories, all the books you like to read. Small notes you left for me, feels like you're still here. And I hope you know how much I'm missing you. Satellites run your favorite stars. Darling, if you hear me, come and dance with me tonight. One last time. Just wanna dance with you tonight. Oh, like the satellite. Just wanna dance with you tonight. Köszönöm szépen!